A 2004-es születésű kishegyesi Világos Adrianna a legjobb fiatal európai gerelyhajító, és a 23 év alattiak kategóriájában is az ő dobása tartja a rekordot. Eddig a Zentai Atlétikai Klub versenyzője volt, mostantól a Topolyai TSC-ben folytatja, de nem csak ő, hanem az édesanyja és edzője Világos Györgyi keze alatt pallírozódó többi fiatal atléta is. Adrianna valójában keresett egy másik klubot, mert volt neki több ajánlata is, és itt valakiben felmerült az a kérdés, hogy akkor, vagyis az az ötlet, hogy akkor akár itt nálunk is tudna lenni az olyan alakult atlétika klubba, amihez mint klub hozzájárulunk, és azokat a feltételeket, amiket a labdarúgóinknak biztosítjuk, az ő számára is tudjuk biztosítani. Egy ilyen fiatal tehetségnek a környékünkről gondolom, hogy ez magától érthetődik, hogy a rendelkezésünkre álló infrastruktúrát és a lehetőséget azt biztosítsuk, és így került ő ide hozzánk. A mai szezonban megfogalmazott bennük a gondot, hogy most már klubot kell váltani, és tényleg sok ajánlatot kaptunk, de szerettünk volna itt maradni a környéken, hogy átszessünk otthon, mert jó feltételek vannak Kishegyesen, és ez a Topolyai Atlétikai Klub, ez nagyon jó döntésnek tűnt, és remélem, hogy minden megvalósul, amit megbeszéltük és eltárváztunk. Egyelőre tényleg támogatnak minket, biztosítsák azok a feltételeket, amik kellenek ilyen szintű eredményeknek az előteremtésére, és hát remélem, hogy sokáig fog tartani, és jó eredmények születnek. Topolya község önkormányzatának feltett szándéka, hogy támogassa a fiatal tehetséges sportolókat. Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy bejelenthetjük, hogy a már jól ismerte sportágak között egy újabb sportágban is lesz Topolyának képviselője, és ebben a sportágban is a legmagasabb szinten fogja Topolyát képviselni és öregbíteni Topolya hírnevét, Világos Adrianna. Ez a sportág pedig nem más, mint a gerelyhajítás. Világos Adrianna az idei szezontól kezdve a topolyai TSC atlétikai klub csapatát fogja erősíteni, de Világos Adrianna mellett más fiatal tehetséges sportolók is ennek a klubnak a sorait fogják erősíteni. Topolya község önkormányzatának feltette szándéka, hogy támogassa a fiatal tehetséges sportolókat. Az idejében ebben a költségvetésben 36 millió és 700 ezer dinárt irányoztunk elő a sport, valamint az ifjúság támogatására és fejlesztésére. A tavalyi év hát úgy indult, hogy az előtt levő szezon végén egy lábműtétem volt, és az is hát fizikailag is, meg mentálisan is nagyon nehéz volt, meg a bal lábam fájt pontosan is, amikor a végén be kellett megfejeznem a dobást nagyon sokáig. Hát ez azt hiszem, a tudatalatti félelem is bennem volt, és aztán ez miatt valószínűleg elkezdett a kezem is, mivel azt használtam jobban. Szóval ez a két sérülés hát nagyon nehéz volt mentálisan egyszerűen, hogy próbálni, tehát fenntartani magam, hogy reménykedni, edzeni rendesen, és hát mindent megtettünk, amit bírtunk, ez így sikerült, és úgy érzem, hogy most már csak előre kell nézni. A TSC atlétái komoly kihívások előtt állnak az idén, és már az év eleje óta keményen készülnek az idényre. Dohában voltunk edzőtáborban az idei év elején, valamint Adriannával Tenerifén. Már voltak versenyek, ami nagyon jó kezdés volt az idei évben. Múlt hétvégén Bede Borbála megdobta a fiatalabb junior Európa-bajnokságra a normát, tehát már van egy Európa-bajnoki rész, szövünk Adriannán kívül, valamint Adrianna is felfelé törekvő formát mutat, mind a két versenyen mindig jobb eredménye volt neki, amit eddig csinált, még hiányzik neki 1 méter a párizsi olimpiára való normáig, de a world rankingen, amiből a többi atléta kikerül, azon 15. helyen van jelen pillanatban, tehát nagy az esély, hogy mindenféleképpen eljut a párizsi olimpiára. De az olimpia előtt még a felnőtt Európa-bajnokság lesz a cél július elején, reméljük, hogy ott sikerrel vesztük az Európa-bajnokságot, addig még vár ránk a három lányra, egy edzőtábor Splitben, és egy pár nemzetközi verseny még. A három lány továbbra is Kishegyesen az Atlétikai Szövetség által berendezett edzőteremben és pályán folytatja az edzéseket, de a TSC-vel a hátuk mögött biztosan újabb sikerekre számíthatunk tőlük.